Thank you.
Vasárnap. Ne haragudj, édesanyám,
utánad is járt az apán, néha napján vasárnap ablak alá járt az apám, ott lakott kend, édesanyám, hung beugrott, hung kiugrott, egyszer másszor bent maradott, néha napján vasárnap. Hung beugrott, hung kiugrott, egyszer másszor bent maradott, néha napján vasárnap. Haragszanak rám a jányok, mert a menyecskékhez járok. Ne haragudjatok, lányok, mi hozzátok is eljárok, néha napján vasárnap. Ne haragudjatok, lányok, mi hozzátok is eljárok, néha napján vasárnap. Köszönjük a Sáréti Lovas Baráti Kör és a Jászmin Bogykor Magyar Nóta Egyesület két tagjának, hogy behozták a városkakasát és a zászlókat is. Felkérem Budó Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkárt és országgyűlési képviselő urat, köszöntse a fesztivál vendégeit. Jó napot kívánok kedves mindnyájuknak! Egy ilyen remek fesztivált kevés dologgal lehet elrontani, talán csak azzal, hogyha hosszú köszöntőt mond az ember, hogyha felállítják a színpadra. Néhány év rutinnal a hátam mögött ezt megpróbálom elkerülni, de azt viszont semmiképpen ne, hogy ne köszöntsem önöket ezen a jeles napon, hiszen tényleg jó látni, hogy itt a fürdő előtti téren ilyen sokan összejöttek, és hát egyik kedvenc magyar foglalatosságunkat, a közös főzőcskézés műveljük. Valóban így van, hogyha a magyar kultúrában próbálunk kutatni, hogy mi is az, ami igazán kedves számunkra, hát bizony nagyon ott van az elején mindenkinek, hogy főzni és lehetőleg közösen főzni az mindig egy jó dolog. Természetesen nem csak a kiváló ízek, a kiváló lehetőség motiválja ezt a szándékot bennünk, hanem az is, hogy együtt legyünk azokkal a barátokkal, ismerősökkel, akikkel hétköznap is gyakran találkozunk, vagy éppenséggel nem találkozunk velünk, és ez az alkalom. És hát az is mindig egy jó lehetőség, hogy egymástól is valamiféle különleges fogást lessünk el. Ma már nagyon sok település úgy szokták mondani, hogy profilt választ magának, és azt mondja, hogy csak ebből vagy csak abból lehet ételt készíteni, olykor grill, olykor pörkölt legyen, valamikor egy állathoz kötik, valamikor valami káposzta vagy más zöldségféléhez. Tehát minden esetre színes a gasztronómiai világ, és hát itt Püspökladányban azt gondolom, hogy megtaláltuk az egyik kedvenc lehetőségünket, nevezetesen a kakasfőzés rejtelmeit, ami nyilván minden háziasszonynak, és hiszem, hogy nem csak a háziasszonyoknak, hanem a főzőcskézés szerető férfiaknak is tartogat lehetőségeket. A kakas ugye a baromfúdva a dísze, és tulajdonképpen úgy is lehet mondani, hogy a ház hangadója, hiszen az ő jelére ébred olykor az egész család, és valamiféle olyan kultikus lehetőség is van benne, amit ilyenkor így a bográcsozás közben persze nem gondolunk végig, de minden esetre a tartalma és a lehetősége azért megjelenik ilyenkor is, hiszen kakast főzni azért az mégiscsak más. És hát ez az ötlet, amikor megszületett néhány évvel ezelőtt, úgy tűnt, hogy nagyon sok embernek kedvére való. Ma már talán 50 csapat vagy több is elhatározta, hogy főzni fog. És hát a
lehetőség pedig nyilván a következő években is adott lesz mindenki számára. Egy jó pörkölt után ugye mindig kell valami édesség, és hát ezt is kitalálták kedves kollégáim, hogy egy jó palacsintával azért még egy kakas pörköltet is lehet überelni, és hát ez a szándék is megfogalmazódott. És hát innentől fogva azt gondolom, hogy túlságosan sok feladatunk nincs is, mint hogy érezzük jól magunkat. Azt kívánom önöknek, hogy sikerüljenek az ételek. A zsűrit láttam, igen, megfontoltam, hozza döntéseit ott a sátor alatt. A önök pedig barátkozzanak, érezzék jól magukat, kapcsolódjanak, kéne pihenjenek, hiszen erről szól végül is ez a mai nap. Köszönöm szépen! Felkérem Dombi Imrénét, városunk polgármesterét, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ellátogatott ide Püspökladányba az 5. főzésre. Kakasfőző fesztiválon vagyunk, és jubileumot ünneplünk. Mindannyiunknak ünnep, hiszen 5-ször kerül megrendezésre ez a főzőfesztivál. Ilyenkor, amikor jubileumhoz érünk, mindig visszagondolunk, hogy hogyan is indultunk el 5 évvel ezelőtt. Miért is gondoltuk úgy, hogy legyen egy fesztivál itt Püspökladányban. Ennek több oka is van, mint ahogy nem titkoljuk el. Az első szempont az az volt, hogy a püspökladányiak, a püspökladányi baráti közösségek, munkaközösségek, családok kijöjjenek és érezzék jól magukat egy főzés és természetesen egy nagyon jó ebéd keretében. A másodlagos szempont az nem csak az, hogy együtt főzzünk, hanem az az, hogy ezt a finom ételt, ezt közösen fogyasszuk el. 2018 a családok éve, és ugye mindannyian családban élünk, és milyen jó az, amikor a vasárnapi ebédnél a család egyszerre ül le az asztalhoz, együtt ebédelünk, és olyankor megbeszéljük azokat a teendőket, amelyek ránk várnak. Nincs ez más, itt ebben a nagy családban sem, a püspökladányiak és a sárétiek családjánál sem. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a karcagi barátaink ismételten eljöttek erre a rendezvényre, és a birkafőző tudásukat elhozzák ide, csak itt nem birkát, hanem kakast főznek, szárnyas. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a gyöngyösi barátainkat is, hiszen ők is évek óta ellátogatnak ide hozzánk, és nem árulok el titkot, néhány hónappal ezelőtt, amikor ismételten egy rendezvényen voltunk, biztattak bennünket arra, hogy csináljuk, szervezzük, mert vágynak hozzánk, úgyhogy nagyon nagy tisztelettel köszöntelek benneteket is. Mint ahogy képviselő úr is elmondta, 2 évvel ezelőtt kitalálták a kollégák, hogy legyen egy palacsinta sütő verseny is, amely minden évben, első évben több mint 1000 palacsintát sütöttek ki a résztvevők, második évben pedig több mint 1500 palacsintát. Bízom benne, hogy most, 2018-ban még tovább tudjuk überelni a palacsinta sütést, és ezt is közösen a vendégeinkkel fogjuk elfogyasztani. Én kívánom azt önöknek, hogy nagyon jól érezzék a magukat a mai nap folyamán, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok, és a versenyzőknek azt gondolom, hogy a zsűrit hátul már pontozza az ételeket, nagyon nehéz dolga lesz. Nagyon sok finomságot hoztak már be, nagyon szépen van terítve az asztal, ahol a zsűri pontozza ezeket a kakaspörköltöket. Én kívánom azt, hogy fogyasszák nagyon jó egészséggel, érezzék jól magukat, és a délután folyamán pedig beszélgessenek, beszéljük meg közös dolgainkat, és nagyon jó szórakozást kívánok az egész délutánhoz. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, Isten hozta önöket a Kakas Főzőfesztiválon. Thank you.
figyeljetek, erre sílem most az én kis életem. Figyeljetek, öreg zenész vagyok, nem fürlenthetek. És egy kis leány, ízte érdeklődve szép harmonikán. Sírt a hangszerem, és közben énekeltük kedves lágerem. Valójt csak jó harmonikán, táncoljon az a szép leány. Valójt csak öreg cimbora, megmegyek egyedül haza. Budikám, drága budikám, kérdez szól a hang budikám. Ó, a budikám, így hát véget ért a kalandok sora. Ó, a budikám, aztán jött magas a kis turika. Érdünk tovább, budi túli és a kis harmonikám. Úsír a hangszerem, és közben énekelti kedves lágerem. Tanulj csak jó harmonikán, táncoljon az a szép lehány. Tanulj csak öreg cimbora, nem megyünk józanul haza. A turika, ő is muzsikus lesz, mint az apuka. Ó, a turika, csak a gitár gyúzza egész éjszaka. Ó, s a kis leány, s már őt imádjon, nem az apuká. Diszkóban nincs harmonika szó, de kár, hogy öreg, ugye meg a ló. Tanulj csak jó harmonikán, táncoljon az a szép lehány. Tanulj csak öreg cimbora, nem megyek józanul haza. Kedves vendégeink, egy segítőnk is akadt, egy kicsit hamisan játszik ott hátul. Besegített nekünk. De hát, ha már Kakas Fesztivál van, akkor ugye gondoltuk, hogy besegít önkéntesen. Kedves vendégeink, a második dalunk, ez egy nagyon szép, szerintem, hát azt nem mondom, hogy teljesen annyira közismert, de mindenképpen a gyöngyszemek között van a harmonika. Dalok világában, a dal címe Spanyol szemek, és egy igazán szép dal. Thank you.
Köszöntök mindenkit a Kisújszállási Szabadlovagok rendjének nevében. Önök elé tárjuk a középkori háborúk és fegyverek világát. Reméljük élvezni fogják bemutatónkat. Először is a hajtóvágyat, könnyű hajtófegyver. Netán anyám asszony katonája. Tessék, ki mer beállni a fekete seregbe? Már tisztulnak az aranyszörű paripák. Na nézzük, van-e egy bátor vitéz? Egy vitézünk már van. Egy hölgy személyében. Egy hölgy. Második vitéz, kérem bátran te is. Gyere, hogy a ki mer szállni. Szaladjál, második vitéz. Tessék, ide.
sorba lehet állni, úgy egyelőre. Ott is jön egy vitéz, még megvárjuk. Jó, jöjjön a itt a lépcső oldalt, föl lehet jönni. Gyere, gyere. Most egy kicsit ilyen vegyes hadserege lesz Mátyás királynak. Lesznek köztük hölgyek, hol vannak? Jöjjenek ide, jöjjenek ide. Jöjjenek ide erre az oldalra. Úgy, gyorsan. Cseréljenek helyet, drágáim, jó? Így. Gyere! Ne félj tőlünk! Gyere, állj ide! Így, ide. Nagyszerű! Hát akkor itt vannak a bátor jelentkezők, akik részt vesznek a lovagi tornán. Ő lenne az első jelentkező. Hogy hívnak? Viktória! Győző! Tessék! Győztes már elele! És pedig... Hát mi bajon szól, hogy lány? Na most elég magas, vagy nem elég magas? Azt mondja meg! Kicsi! Ha hogy lenne kicsi, és miért lenne kicsi? Na végre! Nem éri fel! Na ide nézzem! Ugye, hogy föléri? Tessék, ott simogatja a fejét! Megérdemli, hogy megkapja ezt a zöld páncélt, tessék! Ó, milyen jól áll! Mondja csak, hölgyem, tud lovagolni? Akkor fogja meg, üljön rá a lóra, és egy mátyázzon egyet! Hú, joda, a porondra! Hogy? Nos, itt van ez a vörös páncél, és itt van ez a fiatal ember, ő lenne a második. Micsoda! Gyenge? Igen, nézze meg ezeket a vállakat, ezeket a karokat, hogy ő gyenge! Na jó, nem bánom, ide figyelj, komád! Na várjunk csak, hogy hívnak? Milyen? Zsíros Lóránt! Lóránt lesz az, aki lenyomja a karját! Na fogadjunk! Fogd meg! Hajrá, Lóránt! Hajrá, Lóránt! Jó kötésű gyerek ez a Lóránt! Kettő! Hajrá! Tapsod Lórántnak! Óriási volt! Lóránt győzött! Tapsoljátok meg Lórántotok másom a kezeket úgy! Megérdemli ezt a páncélt, tessék! Kérem a lovat! Mondja, lovagolni tud Lóránt! Akkor pattanjon föl rá! Egy körtük szépen! Azaz! A hölgy mellé! Úgy, ügyesen! És itt van az ifjú hölgy, aki a gárcsapat kapitány is lehet. Magas is, erős is, szép is. Magas, erős, szép. Na de, helyén van-e az esze? Hát már hogy ne lenne a helyén? Hát nézze meg, itt van a fejében. De, már tudod mit? Szia, figyelj! Ha megfelelsz nekem egy találkozó kérdésre, akkor... Te lehetsz a kapitány! Vállalod? Várjunk csak, hogy hívják, hölgyem? Zoé mindenre tudja a választ! Feldobom fehér, leesik sárga. Mi az? Feldobják fehér, leesik sárga. Mi az? Hangosan! Tojás! Hallottam, hogy mondja, hogy tojás! Na, tojás! Tessék! Megérdemli Zoé az aranyszínű páncélt, sőt, egy gyönyörű, aranyszörű paripát is kaphatunk lovagolni. Nem fél a lótól? Nem! Hát akkor vágtázod itt egy kört! Egy! Azaz! Látom, hogy a lovagok készen állnak a bajvívásra. Igen, de a lovagok kinek fognak hódolni és pókolni? Kellene nekünk két. Muzsika kell nekünk. Muzsika. Mátyás király felesége, Aragóniai Beatrix. Már alig várja, hogy bájos udvarhölgyekkel magát körülvegye. Hölgyeim, most lehet jelentkezni. Ki lesz a három bájos udvarhölgy? Egy már van, szaladj fel a színpadra. Itt a lépcsőt. Ki lesz a kette? Jönnek, na még egy. Udvarhölgy, jön a három udvarhölgy, szaladja
látjátok, lányok? Erre, csak erre! Jaj, de szépen szaladnak! Milyen szépen fognak táncolni, gyertek csak, lányok! Itt, meg itt vannak a király kisasszony párták. Úgy, mert ugye király kisasszonyok kísérik a királynőt. Megfogjuk egymás kezét, és táncolunk, az udvari népek fog meg a kezét. Az udvari népek pedig tapsolnak! Másik irány! És megint másik irány! És bevonulunk az udvarba! Így! A hölgyek is készen állnak a mulatságra! Nagyszerű! És a király? És a királynő? Jaj, majdnem elfelejtettem. Figyeljetek, maradjatok itt. Ő felsége, Beatrix királyné. Mondom, Beatrix. Beatrix! És ő felsége a király... Köszöntöm udvarom népét! És köszöntlek téged is, kedves feleség! Köszöntelek, királyom! Összegyűlt a sokadalom udvarán a várnak. Udvarhölgyek és lovagok és hölgyek csak szabadra várnak. Hát úgy hiányzik nékünk a lovagi torna, mint húsvéti sonkának az ecetes torma. És akkor a királyi fenség megadta a jelt a doboknak. Elég! Lovagok, sorakozó! Ide! Egy sorba felállni mellé. És akkor a hős lovagok a dobok ritmusára léptették aranyszőrű paripáikat. Lovagok, balra, hopp! Lépés indulj utánam. Bal, jobb. Csak úgy szikráztak az aranypatkók, hogy a hős lovagok háromszor is megkerülték a küzdőteret. A szájtáti közönség hangos udvarolgása közepette. Éljen Mátyás király! Amikor a lovagok megérkeztek a küzdőtérre, a hölgyek egy-egy koszorút vettek a kezükbe. És a lovagok egyenként odafáradtak a koszorúkért. Ezzel elkezdődött a próba. Az aranyszínű lovagot megkérjük, fáradjon oda és vegyen el egy koszorút. Na, úgy az aranyszínű koszorút vette el az aranyszínű nagyon lovag. És visszalovagolt a helyére. És most a zöld hölgyet is megkérjük, hogy vegyen el egy koszorút. Komótos a ballag, igen, és ő is elvesz egy koszorút, és visszavágtat a helyére. És a vörös lovagot is megkérjük, hogy vegyen el egy koszorút. Mivel már melyiket egy választ, nem volt nehéz a választás. És most. Ekkor előkerült a pompás kard is, melyet a hölgyek közös erővel megfogtak. Fogjátok meg a kardot. És következik rögtön az első próbatétel. A vitézek egyenként odalovagolnak a... Ajaj, kellene ide egy akadály. Egy akadály sosem lehet akadály, nem igaz? Igen, hát egy nagy ide akadály egy kellene. Nagy akadály kell. Szóval, egyenként odavágtázunk az akadályhoz, és rá... Mi baj? Hát persze, hogy... Jaj, hogy elmozdult. Igen. Visszatoljuk, mert nem jó helyen van. Na, szóval, itt van ez az akadály. Egyenként odavágtázunk, és rád, esek, megint. Hát, ez miért mozog annyit? Majd mindjárt itt egy kicsit. Ez egy ember, ez most
akadály! Hajjaj, de még mekkora akadály! Ögy! Mondtam, hogy akadály! Na, valahogy fölélesztjük! Ögy! Na, most már itt van maradni. Szóval odavágtázunk, és rádobjuk a kozorot a kardra. Kezdje a vörös lovag! Ó, jól elsz, és rádobta! Bravo, elsőre, hogy sikerült! És a zöld lovag oda vágta! Ő is nagyon... Hoppá! Nagyon ügyes volt! És most az aranyszínű lovag koncentrál, Zoé! Gyere bátran! Úgy! És bátában rádobja! Bravo, Zoé! Na de! Most jön a következő próba, a kupákat! Amíg a kupák előkerültek, addig a hölgyek fölálltak egy sorba, mindenki kapott egy zászlót a kezébe, és egymástól olyan távolságra álltak a hölgyek, fogják te is, úgy, gyere, hogy a lovagok lovastól elférjenek közöttük. Magasra emelték a zászlókat, így bátorítván a hős lovagokat. Nos, a próbatétel a következő. Minden lovag kapott a kezébe egy borral színültig töltött kupát, és figyelem lovagok, úgy kell vágtázni itt az udvarhölgyek között, kanyarogva, hogy egy csepp ki ne cseppenjen a kupából. Világos a feladat, lovagok? Hát akkor induljon az aranyszínű lovag, tessék! Hajrá! Hajrá! Nagyon ügyes, már csak egy a babát kell megmerülni! És a vörös lovagunk is megindul. Igen, komótosan, azad nagyon komolyan veszi az akadályokat, de már mindjárt a végére jön. És óriási, bravo! Jó, hölgyeim, nos, a lovagok valamennyi próbatételt sikeresen teljesítették. Akkor, Beatrix, hol vagy? Itt vagyok. Lássuk a kupákat! Rendben van, felség, egyenként odajárulunk. Elsőnek Lóránt. Igen. Megmutatja. Ó, fantasztikus, ebből egy csepp se hiányzik. Teljesen tele van. Hölgyek, rámigyeljetek, jó? Másodiknak a zöld lovagunk is odavágtat. Nézzük csak, mi van abban a kupában. Ó, színült így van. Mutassak nekem is. Ugye? Ó, kétségtelenül egy csepp se hiányzik. Bravo, ez igen. És az aranyszínű lovag is megmutatja, hogy egy csepp nem hiányzik abból a kupából. Ezt hogy csináltad? Mutasd meg Beatrix királynénak, de gyorsan! Ó, hát ebben még több is van! Gratulálok! Nagyszerű! Köszönjük szépen! Aranyszínű lovag! Köszönöm a pompás lovag itt tornát! A lovakat kössétek be az istálóba! Lovagok. Köszönöm a pompás lovagi tornát, és most pedig kezdődjék! A táncmulatság! Ekkora királyi pár előre vonul, mögöttük felsorakoztak az udvarhölgyek és a lovagok. Egymás kezét megfogták, és a királyi pár után táncoltak. Egy lovag, egy udvarhölgy, lovagok idefáradtak a királyi pár mögé, azaz, és az udvari népek pedig tapsoltak. Köszönöm a pompás lovagi parádét és a táncmulatságot! Hát szívesen látlak benneteket az asztalomnál! Foglaljatok helyet, vegyetek részt a lakomán!
Köszönjük szépen, de páncélban nem illik ugye asztalhoz ülni. Jó, visszafáradhatjuk a helyetekre. Köszönjük szépen. Nagy tapsot a bátor lovagoknak és hölgyeknek. Köszöntjük Budó Sándor államtitkárt és országgyűlési képviselő urat, Dombi Imréné polgármesterasszonyt, Tóth Néverő Tündét Szerepközség polgármesterét, Betőné Pap Margit tanácsnokasszonyt, Kovács Krisztina képviselőasszony, Dr. Lente Péter képviselő urat, Kis Zsigmond képviselő urat, Varga Zsolt urat, a Sárét Kincse püspökölányi gyógy és strandfüdő vezetőjét, Kecán Zoltánnét közfoglalkoztatásért felelős asszonyt, Víg Lászlót, forgalmi csomóponti főnökségvezetőt, Varga Vivient, a Paktum iroda munkatársát, Magyar Iné Rózsát, a látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületének püspökvárosi csoportjának elnökét, Faragó Zoltánt, a püspökvárosi Polgárőr Egyesület elnökét, Ulvecki Ferencet, az Ulvecki cukrászda tulajdonosát, és kérem őket, hogy hirdessék ki az eredményt. Arra kérem a főző csapatokat, hogy amint felfáradnak a színpadra, a Kakasfűző Fesztivál zászlójára tűzzék fel szalagjaikat. Köszönöm szépen! Nem kérek közelébe. Hölgyeim és uraim! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A zsűri már be lett mutatva, és ez azért nagyon fontos, hogy ne csak a Bederobit szidják majd a főző csapatok. Ezt szeretném előre mondani és jelezni. Az előbb adtam egy nyilatkozatot egy televíziónak, és én nem győztem köszöngetni helyi televíziónak, városi tévének, és én nem győztem köszönni, hogy itt lehetek. Ilyen fesztiválon ritkán van az ember, és ritkán hívják ilyen fesztiválra, bár elmondhatom, hogy hála Istennek bejárom az országot. Hogy itt körbe mentem a csapatok között, mérhetetlen mennyiségű sátor, és itt a csapatok nem két-három főből álltak, hanem mindenhol voltak 10-12-en, 8-an, 16-an, sőt láttam olyan helyet ott által, hogy legalább 80-an ültek a sátor alatt. Elképesztő, komoly főzés zajlott itt ma az ötödik, mondhatom, hogy kakasfőző fesztiválon, kakasfőző, ami egyébként tehát szárnyas ételre lett kiegyezve, tehát szárnyasból bármit lehetett készíteni, legyen az repülő birka, vagy netán, nem tudom, a repülő... Nem tudom, a repülőnyulat miről lehet megismerni, van egy sas a hátán, ezt nyilván hallottam. Köszönöm szépen, így vagy ne vértse, mondják itt a nagyon jó. Ezt még nem hallottam, megvehetem, köszönöm szépen. Jó. 30, azt hiszem 38 féle vagy 39 féle ételt kóstoltunk végig a zsűrivel. Hát köszönöm szépen neked, Püspök Ladány, hogy ennyire jól tudtam lakni ma is. Tehát ennyit az egészséges táplálkozásra. Öröm volt, boldogság, jóság és finomság. És elmondták itt a szervezők, a rendezők, hogy minden egyes csapatnak jár egy oklevél, minden egyes résztvevő csapatnak jár egy oklevél, és természetesen egy ajándékcsomag, és nagyon-nagyon szép hagyomány is, itt Püspök Ladányban találkoztam vele először, hogy egy szalagot föl fognak kötni valahova. Na igen, arra nagyon szép fára. Igen, annak idején 1984-ben zászlótartó voltam az általános iskolában, az nézett ki így. Na, bocsánat, hogy itt szemtelenkedek. Nos, akkor én szeretném a csapatokat fölhívni, és majd a zsűrizésre, illetve a tényleges eredmény hirdetésre, illetve a szempontokra talán majd egy picit később osszak meg önökkel néhány gondolatot. Annyit azért mindenféleképpen szeretnék kérni, ha már ilyen szépen sokan összegyűltünk, és vannak olyan szerencsések, akik az árnyékba állnak, főleg itt a zsűri a színpadon, hogy egyrészt, ha mondom a csapat nevét, a képviselője jöjjön föl, és a szalagot kösse föl. De mielőtt ez elkezdődik, akkor kérnék szépen mindenkit, hogy egy óriási nagy tapsot a csapatoknak, hiszen akik főztek, azok megérdemlik, hogy nagyon hangosan megköszönjük nekik, hogy Püspök Ladánygal ilyen csodálatos piknik délutánt rendeztek, vagy piknik napot sikerült rendezni. Jó, Hajdu Judu a csapatának a képviselőjét kérjük föl, jó, Hajdu Judu, nagyon jól mondom, kérem szépen, ez az, pörögjünk föl, Hajdu Judu, hozzuk a szalagot itt a lépcső, drága fiatalember, jó, csak ne a fejedről azt a szalagot köst föl, mert az egyébként nagyon jól áll, és itt van nálam egy oklevél, és szerintem hátrébb fogok ezzel menni. És közben egy picit haladjunk azért, már is mondom, a Grampácsosok csapatát, illetve kérem, kössük föl, köszönjük szépen! Lehet idejönni az oklevélért. Így csinálom. Oda, így van, a Grampácsosok is kötözgetnek, nagyon jó.
Valami tépőzárat kellett volna, nagyon jó. Köszönöm szépen, az oklevél nálam van, srácok. Ne menjünk el az oklevél nélkül. De itt kell állnom a mikrofon mellett. Köszönöm szépen. Grampácsosok, nagyon jó. Gratulálok. Ne legyünk zavarba a világot jelentő deszkákon, hölgyeim és uraim. Hosszú ideig fog ezt tartani, de nem baj, azért jöttünk össze ennyien, ez meg összevet. Karcagi Fokanál forgatók. Hozzuk azt a szalagot, kössük föl. A Karcagi Fakanál forgatókat várjuk nagyon. Jön már a kalapos úr, mondják. A Kukori csapata. A Karcagi Fakanál forgatók után a Kukoriék is jöjjenek. Köszönöm szépen. Jó. Nagyon jó. Itt most már jó, beszéljek bele jobban. Karcagi Fakanál forgatókat az oklevél, és a Kukori csapatának is adom az oklevelet. Meg bennünk is már. Várjuk nagy szeretettel a színpadon a baptista tevékeny szeretett missziót. A baptista tevékeny szeretett misszió. Ők is viszonylag messziről jönnek, én jártam arra, ott vannak hátul. Érkezik a baptista tevékeny szeretett misszió. És közben kérném a csípős nyakasokat. Hol vannak a csípős nyakasok? Nem csak két szalag hiányzik, még nagyon-nagyon sok szalag hiányzik, a baptista szeretett tevékeny missziót és a csípős nyakasokat várjuk, hölgyeim. És itt senki nem csapatban van? Láttalálok, mi? Forduljak el. Odébb megyek. Nem lehet hallani hátul? Hallani hátul a hangomat? Lehet, hogy bementek az ugrálóvárba. Vagy fürödni! A csípős nyakasokat várjuk, haladjunk tovább? Jó! Tádé Ifjúsági Egyesület! Tádé Ifjúsági Egyesület! Nagy tapsot! Szokjuk hozzá, hölgyeim és uraim, 38 csapat van, mindenkit meg kellene tapsolni, mert az új ildomos. Tádé Ifjúsági Egyesület! Nagyon jó! Csípős nyakasok és a baptista szeretett tevékeny missziót még mindig várjuk. Számadó Egyesület! Számadó Egyesület! Ó, jönnek valakik, már jönnek. Még egyszer kérdezem, ott hátul lehet-e hallani? Lehet hallani? Most itt elől aztán végképp lehet hallani. Számadó Egyesületet várjuk. A Tádét várjuk. A baptista szeretett tevékeny missziót és a csípős nyakasokat is várjuk. Több csapatnevet most egyelőre nem mondanék be, míg ide nem érnek, mert akkor egy nagy tumultus lesz szalagkötözés közben. Jó, most egyszerre összefutattunk jó sokan. Megkérném a csapatokat egyébként, hogy próbáljanak meg, vagy legalábbis a képviselőik próbáljanak meg egy picit közelebb érkezni a színpadhoz. Látom, Tádé is megjön. Ó, fiatalember megjött a Tádéval, nagyon jó. Természetesen minden csapatnak jár az ajándékcsomag és az emléklap. Számadó Egyesületet is adom. Ezt én most nagyon remélem, hogy jól mondom, mert nem nagyon beszélek külföldi idegen nyelven. Egyszer azt találtam mondani Svájcban a zürichi németajkú séfnek, hogy Robi, jetzt sokat Arbeit délután. Nem értette, hogy mit csinálok én Arbeit. Nagyon furcsa volt, tehát nem nagyon jól beszélek idegen nyelveken. Azt nem mondanám, hogy egy horvátországi benzinkúton mit mondtam a mögöttem dudálónak. De hát a baptista szeretett tevékeny szolgálatot is várjuk. A Tádé már megérkezett, és a csípős nyakasok. A csípős nyakasok úgy tűnik kicsipték magukat.
Nem nagyon értek még ide. A baptisták megjöttek, köszönjük szépen. Csípős nyakasokat is várjuk. Nem tudom, hol a szalag, amit föl kellene kötözgetni, de legyen szalag, készüljünk a szalaggal. Hölgyeim és uraim, közeledjünk a színpadhoz, hiszen még az eredményhirdetés zajlik. Romano Basno, jól mondom, remélem, itt idegenül. Romano Basno. Romano Basno. Román, meg vagyunk, nagyon jó. Jól van, nagyon jó. Köszönjük szépen. Dolgozó cigány. Minél furcsaság, a faluszéli kapirgálók, a faluszéli kapirgálók. Hol vannak a faluszéli kapirgálók? Egy szárnyasról jut eszembe, hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy voltak vele, én annak idején gyerekkoromban sose tudtam megérteni. Faluszéli kapirgálókat várjuk, és még a csípős nyakasokat még mindig. Én sose tudtam megérteni, néztem a kedvenc mesémet, a Kukori és Kotkodát, és soha nem tudtam megérteni, hogy miért éneklik ezek a tyukok meg a kakasok benne, hogy Kukori, Kotkoda, tojásból lesz vacsora. Miért van tojásból vacsora? Nekem ez olyan beteg dolognak tűnt, és 16 éves volt, amikor megtudtam, hogy tojásból lesz a csoda. Faluszéli kapirgálók megjöttek? Lehet, hogy elmentek a faluszélére valóban kapirgálni egy kicsit. Hasutasok! Csak nem látták esetleg Szőke András barátom filmjét, a Hasutasokat, amit talán nem biztos, hogy annyira messze innen Talján Dörögdön forgattak. Hasutasok! A mérges pulykák! Ez egy nagyon fantáziadús névválasztás. A mérges pulykák! Köszönjük szépen! És kötözgetnek a Hasutasok, jönnek a mérges pulykák. Ezt mondjam most magyarosan? A projekt szemefényei, vagy project szemefényei? Nagyon jó, megérkeztek a csípős nyakasok is. Faluszéli kapirgálók is ideértek, jól van. Busszal jöttetek, vagy nem? Messziről jöttetek? Nem? Messziről jöttünk, a falu másik feléről. Jó, rendben van, köszönjük szépen. Megjöttek a faluszéli kapirgálók is. Az oklevelek a zsűrinél található, és természetesen minden csapatnak jár a jól megérdemelt ajándék. Csomag, Püspökladány városa. Jó voltából. Projekt szemefényei. Hol van ez a projekt szemefényei? Meg vagyunk. Taps, ez az egy legény van a gáton, ott az úr tapsol bőven. Köszönjük szépen, hát így kell ezt csinálni. Ez az. Projekt szemefényei. Ó, itt a... Jó, szevasztok, 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 srácok, hajrá! Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület képviselőjét kérjük, vagy netán az egész csapatot. Kezi csokolom, hölgyeim! És jöhetnek a boldog nyugdíjasok is. Köszönjük szépen, hogy ők is velünk főztek ma. A boldog nyugdíjasokat is várjuk. Mindenki, látom, szép egyen kötény van, egyen kötény, a többi meg nézi. Boldog nyugdíjasokat is várjuk itt a színpadon. Boldog nyugdíjasok. Hát ott elhangzott lent, hogy ilyenek is vannak. Vannak, igen, én tudom nagyon jól. Tudom nagyon jól, Kiskakas csapata. Kérem tisztelettel, a Kiskakas csapata jöjjön ide, vegye át a jól megérdemelt ajándékcsomagot, illetve az oklevelet. Nagyon fantáziadús csapatnév, Fő az egészség. Fő az egészség, köszönjük szépen! Lehet, hogy ő is valamilyen szervezet, kakasmentők. Ez kissé morbid, nem? A kakasmentők, gratulálok! Köszönöm! Volt mesterséges lélegeztetés, nem? Kakasmentőknél. Óriási. Én nem tudom, itt súgják nekem, hogy milyen ételeket főztek közben. Isten bizony, a lelkemre mondom, a lelkem üdvére, bár azt mondjuk elcseréltem tavaly két viszkire, meg egy ekesőre, de mindegy. Tehát a lelkem üdvére mondom, hölgyeim és uraim, hogy én nem láttam a csapatoknak a nevét. Tehát nem tudom, hogy melyik csapat milyen ételt készített. Tehát szigorúan a zsűrizés számozás alapján volt. Tehát szám alapján jöttek az ételek, megnéztük a számot, és a számhoz írtunk pont. Már nem az én számhoz, hanem a csapathoz tartozó számhoz írtunk. A madár barátot kérjük szépen, hogy tűzze föl szalagját a zászlóra. Hello kicsim, adom az oklevelet is. Sziporka! Várjuk Sziporkát nagy szeretettel.
Hol van Sziporka? Jön Sziporka! Ő is sziporkázzon itt, ne csak én a színpadon. Nagyon jó. Sziporkát várjuk, és közvetlenül utána Határok Nélküli Egyesületet. Sziporka és Határok Nélküli Egyesület. Nem is merek tovább menni, hogy mehet, meddig mehet. Színpadon nem állszak. Sziporka is érkezik, ugye? Sziporka és a Határok Nélküli, hallják hátul a hangomat? Határok Nélkül hallani a hangomat, ugye? Határok Nélküli Egyesületet is várjuk ide a színpadra. Ó, számomra igen kedves név, néhány főzőversenyen már találkoztam az úriemberrel. Keserű Imre csapata! Köszönöm szépen, Imre bátyám, hogy megint főzhettél egy jót. Keserű Imre csapata! Sziporkát. Imre bátyám, jöjjön a szalaga, vigyázzon, amit a kordon van körbe. Igen. Nagyon jó, az oklevelet félretesszük. Hajrá, Imre! Sziporkák, megjöttek már? Ez az, srácok. Torok nem maradjon szárazon, hiszen utánunk Opitz Barbie következik, este pedig Napóleon Bulvár, úgyhogy azt gondolom, hogy a buli sosem fog véget érni a mai napon itt Püspökladányban. Sziporkák megvoltak már? Nem. Határok Nélküli Egyesület. Jön a sziporka. Az úr a sziporka? Nagyon jó. Határon túl. Oké, bocsánat. Sziporka nem, akkor a zöld nadrágos fiatalember. Nem, ő sem. Jó. Hadd majd csak megjönnek a sziporkák, szépen lassan. De akkor szólítanám a ladányi csirkefogókat. Na igen, itt az ováció. Kezdünk elfeledkezni a tapsról. Legalább magunknak örüljünk, ha másoknak már nem. És most egy igen hihetetlen népszerű szervezet következik, a rendőrkapitányság. Hölgyeim és uraim! A rendőrkapitányság csapatát várjuk itt. Úristen, csak találja ki kocsival a püspöklen. Nem ittam. Hajrá, Imre! Rendőrkapitányság csapat. Gratulálok, Imre bátyám! Hajrá! Várjuk a rendőrkapitányság csapatát. Mindenki vigyázva! Tehát, hogy a rendőrkapitányság is fölkösse a szalagot a zászlóra. Majdnem azt mondtam, hogy csapatzászlóra, de ettől már azért messze vagyunk, hála Istennek. Rendőrkapitányság csapatát nagyon-nagyon várjuk, nem tudom, hogy ők mennyire vannak hátul, és mennyire hallanak minket itt a színpadhoz közel. Városüzemeltető Kft. Városüzemeltető Kft. Csapata. Városüzemeltető. Rendőrkapitányság? Nem. Városüzemeltetők? Sziporka? Nem. Júj, a fiatalemberrel van egy közös képem, akkora marka van, hogy azóta vérzenek a körmei, mióta megszorítottak, amelyek kipaszírozott belőle mindent. Nézzük, mekkora darab ember. Gratulálj, nagy tapsot nekik is, köszönjük szépen! Rendőrkapitányság csapatát várjuk nagy szeretettel még mindig. Jó, és nem jönnek ki, nem jön ki a rendőrkapitányság csapata, esküszöm, hazafelé megállítanak, én nem állok meg. Várjuk a rendőrkapitányság csapatát is nagyon nagy szeretettel a jól megérdemelt ajándékcsomagért, illetve az oklevérért. De itt van előttem a Bázis Büfé RFK. Bázis Büfé! Megvan a... Ez az! Na, ott a jó kedv! Köszönöm, így kell ezt csinálni! Nekem egyszer azt mondták, hogy a jó bogrács ételhez három dolog kell. A bogrács, a fakanál, meg a pálinka. Úgy látom, itt megvolt. De ez a lényeg, hiszen erről szól ez a nap, hogy érezzük jól magunkat, nagyon jól magunkat. Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület. Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület. Kezdjük, csokkolom, hölgyeim. Már alig van oklevél, szinte már minden csapat neve elhangzott. Gratulálunk a Jászmin Bokor Nóta Együttesnek. Köszönjük szépen. Csabi Kakas és Tyúkjai. Hol van Csabi Kakasunk? Megvan, nagyon jó. Csabi Kakas és Tyúkjai. Meg vagyunk, Csabi Kakas és Tyúk... Ahá, bocsánat, most én azt mondom, hogy az egyik tyúkocska tetszik lenni, akkor szemtelen vagyok, ugye? Ja, ön a kakas! Férfiak a tyúkok? Hát ezt focizzák le otthon. Én már említettem, nálam is mindig otthon az utolsó szó az enyém. Gyere ki az ágy alól, dehogy megyek. Csabi Kakas és Tyúkjainak egy oklevél. Múltkor mentünk nyaralni, a feleségem mondta, hol van a papucsom? Itt vagyok, anyukám. Püspökladányi birkózók!
Köszönjük a püspökladányi birkózóknak. Dobjam az oklevelet? Jön már a fiatalember. Nagyon, egy kicsit nagyobb ovációt gondoltam. A püspökladányi birkózóknak. Kóstoltam a pörköltjüket egyébként, ott kivételesen jártam. Nem engedett el az úr. Akkor a darabot félmeztelen egy kötényben nem mertem nemet mondani neki. Várjuk nagy szeretettel a színpadon a házi kakasokat. Házi kakasok! Házi kakasok, Józsi bátyám, jöjjön ide, bújjon hozzá, mert fotózni akarnak a színpad előtt, de hát ezért vagyunk. Lajos bátyám, nem Józsi, Lajos bátyám, jöjjön ide. Házi kakasoknak is adom az oklevelet, nem mer ide jönni a mikrofon. Jó, hát én sem vagyok a szavak embere, ezt rólam is szokták mondani. Lajos bátyám, nem annyira. Allianz Hungária biztosító. Ó, ez rossz élmény, emlék. Allianz Hungária biztosító csapatát kérjük szépen, nagy szeretettel. Azért mondtam, hogy rossz emlék, mert nemrég összetörtem az autómat. Már nem is sok csapat vár, alig van néhány csapat. Szelfi, nyomjad a szelfit, persze. Rendőrkapitányságot és a sziporkát még nagyon-nagyon várjuk. Rendőrkapitányság csapata és sziporka. De kérjük szépen a Szerág Kft-nek a csapatát is. Szerág Kft. Szerág Kft. Éppen most kötözget a rendőrkapitányság. Nem tudom, hol kötözget, és sziporkát se tudom, hogy hol kötözget. Allianz, Allianz, hol van? Allianz már megkapta, ha minden igaz. Csík Ladány Team. Csík Ladány Team, köszönjük szépen. És remélem, hogy nem kevertem össze semmit a Csík Ladány Team képviseletében. Már is érkezik az úriember a szalagot fölkötni. Egy darab oklevél van a kezemben nekem már csak, és szeretném mondani, hogy ez az éhes magyaroké. Hol vannak az éhes magyarok? Jöjjünk ide, kössük fel azt a szalagot. Éhes magyarok. Csíkladány Team, itt van az éhes magyarok, köszönöm szépen, drága hölgyeim. Nem tudom, hogy melyik csapat maradt ki. Nem maradt ki csapat, Ildikon? Nem. Jó. A rendőrkapitányság és sziporka még nem érkezett meg. Tehát minden csapat megkapta az ajándékcsomagot. Hölgyeim és uraim, csokolom. Ne húzzuk tovább az eredményhirdetést, mert azt gondolom, még csodálatos programok várnak ránk itt Püspökladányban. Még egyelőre nem köszönök el, hanem a zsűrinek köszönöm meg az áldozatos munkáját. Azoknak is természetesen, akik nincsenek már itt, mert egyéb feladataik elszólították, de a zsűri nagy része itt van a színpadon. Tálalás, illat, állag, íz. Ezek voltak a kategóriák, ami alapján pontoztunk, és minden zsűri tag adhatott kategóriánként 10-10-10-10 pontot. Nyilván az összeadott pontszámok értéke határozta meg a végső győztes vagy győzteseknek a pontszámát, és így jött ki, hogy van egy külön díjasunk, és rögtön mondom, hogy miért lett egy külön díjasunk. Egy harmadik helyezettünk, egy második helyezettünk, meg egy első helyezettünk. De én azt mondanám, hogy ez csak papírforma, hölgyeim és uraim. Nekem személy szerint Bede Róbert mesterszakásnak itt Püspökladányba, nekem mindenki első volt. Köszönöm szépen, hogy főztetek nekem. Arra megkértek, hogy egy gondolatot mondjak el még mielőtt az eredményt kihirdetem. Nem szeretnénk nagyon hosszú, pátoszos dolgokba belemenni. Amikor először járok egy új helyszínen, ezt a mondatot mindig el szoktam mondani, és úgy érzem, hogy ez nagyon fontos, és jegyezzük meg. De még előtte, mielőtt ezt a mondatot mondanám, én nagyon-nagyon örülök neki, hogy egy picit tudunk szakítani azzal, hogy mindig állandóan csak pörköltet főzünk. Hozzáteszem, két kedvenc ételem van, a pörkölt meg a rántott hús. Tehát szombat, vasárnap nem múlhat el anélkül, hogy pörkölt, rántott hús ne legyen. Ezek nagyon szép dolgok és nagyon tradicionális dolgok a magyar háztartásokban. Ezek nélkül én azt gondolom nem lehet élni. De örülök, hogy ma itt Püspökladányban egy picit sikerült erről a pörkölt vonalról egy nagyon kicsit leszakadni. Zseniális, különleges ételek készültek, nem véletlenül méltatom annyira a csapatokat. Tehát itt a kacsától a libáig, a fűrjéig, a tyúkig, a csirkéig, a különböző
szárnyas belsőségekig itt minden elkészült. És igen, voltak nagyon-nagyon jó pörköltek, voltak olyan szaftos pörköltek, hogy nem mind a 10 ujjamat, hanem mind a 20-at megnyaltam, mert papucs van rajtam. Tehát nagyon-nagyon jók voltak az ételek, és azt gondolom, hogy a magyar gasztronómiát, és ez az a mondat, amit szerettem volna mindenképp elmondani még az eredményhirdetés előtt, a magyar gasztronómiát azt nem mi csináljuk a tévébe, hanem egy ilyen fesztiválon ti, illetve önök csináljátok a magyar gasztrómiát. Köszönöm szépen, hogy ma is tanulhattam. És akkor most jöjjenek az eredmények, hölgyeim és uraim! Külön díj! Szerepközség önkormányzata fölajánlásával. Tótné Verő Tünde polgármester asszony fölajánlása ez a külön díj, és a külön díjat kapja a Ladányi csirkefogók! Köszönjük szépen az ételre! Emlékszem a ladányi csirkefogóknak az ételére. Emlékszem, ott volt három üsbe, ami után megnéztem. Ugye volt? Az a tarhonyás mi újság. Rend, a fiatalember akkor is ilyen bőbeszédű volt. Gratulálunk a ladányi csirkefogóknak! És most az okleveleket elkérem, hogy lássam végre a csapatokat. Gratulálunk! Az 5. Kakas Fesztiválon Püspökladányban, harmadik helyezett 2018. július 21-én. 21-e van? Jót mondtam? Jó, hála Istennek, ilyenkor mindig eltér. A legrosszabb eltéve, nem akarom húzni az időt, de a legrosszabb az volt, amikor Encsen volt eredményhirdetés, fölálltam a színpadra, Szőke Andris barátom itt állt mellettem, ismerjük nagyon jól, és mondtam, hogy nagy szeretettel köszöntöm Encs nagyközség lakóit. 400-an üvöltöttek, várost csak. Mindig az volt a rémálmom, hogy egyszer Kiskunfélegyházán Kiskulacházát mondok. Hát bejött Encs, de soha többet nem hívtak oda. Tehát Püspökladány városában, 5. alkalommal megrendezett Kakas Fesztiválon, harmadik helyezett, nálunk 9-es sorszámmal szereplő csapat, harmadik helyezett nem más, mint a Kakas Mentők! Egy kupa, egy bogrács és egy ajándékcsomag a díj a Kakas Mentőknek. Ó, mi van ebben, csirkecomb? Nem, bocsánat, sóssütemény. Nagyon jó bögre és pezsgő, amit meg lehet inni. Gratulálunk a Kakas Mentőknek. Ő volt a Fűri? Gratulálunk. Vigyük el a bográcsot, és használjuk jó egészséggel. Álljunk ide nyugodtan a színpadra, lehet tolni a fotókat bátran. Azt gondolom, nem szabad zavarba érni. Ez az, menjen az a fotózás. El kell tenni emlékbe, kezet fogni mindenkivel. Nagyon jó, második helyezett. És most már élesedik a helyzet. Nekem fáj egyébként, tehát én ilyenkor mindig azt csinálom, hogy van egy első, azt az összes többi második, nem? Az lenne jó nagy... Annyi szponzor a világon nincsen, ugye? Második helyezett. Nálunk itt a zsűri keresztségbe idézőjelben mondom a 25-ös sorszámmal szereplő csapat, nálunk 25-ös volt, és ez nem más, mint a Kukori csapata, kérem szépen! Nagyon jó volt az a palacsintás köret és az a pörkölt, azért az magáért beszélt azzal a szaftal, én azt gondolom. De hát nem győztünk a zsűrivel. Most majdnem azt mondtam, hogy osztani szorozni. Nyelni egyébként nagyon jókat. Egy dolgot hiányoltam egyébként, olyan igazán jó csípős kakaspörkölt nem volt. Nem is értem miért. Gratulálok. Adom az oklevelet. Egy igazi úriember áll itt előttem, önök nem hallották, mert nem a mikrofonban mondtam, mert az nálam van. Amikor kezet fogott velem az úr, Kukori csapatának képviseletében azt mondta, hogy a lányoknak az érdeme. Hát ezért... Egy nagy taps, köszönjük szépen! 5. Kakasfőző Fesztivál nyertese. Egy gyönyörű, élő kakas jövendőbeli tulajdonosa. És sajnál, én nem főzném meg. Vennék mellé vagy 80 tyúkot. Nem? És természetesen az arany kakas a bográcsban a díj az övé. Nem mondom, hogy örökös, Püspökladányi. Vándorkupa, az egy vándorkupa, köszönöm szépen. Az egy vándorkupa, és ott van egy csodálatos óra,
az egyik zsűritag kezébe, az a kupa hazavihető, az visszahozható, az arany vissza kell, hogy hozni az aranykakast, a bogrács és a szokásos ajándékcsomag. Hát a ketrecben lévő fődíjat, a kakast ne hozzuk vissza, jó? Nem tudom, hogy ki nyerte, illetve most már tudom, hogy ki nyerte. Zseniális ételt rakott le az asztalra. Többféle étellel készült, de csak egyet hozott oda a zsűrinek. Hát ez az ő baja. Nem is értem, hogy miért. 2018. július 21-én nálunk 39-es sorszámmal szereplő az a csapat, aki elviszi ezt a kakast, a vándorkupát, az éhes magyarok közt is tudja. És tudja, köszönjük szépen, gratulálok az éhes magyarok csapatának. Hát ha bunda, akkor vegye föl, ebben a jó melegben, nem tudom honnan hangzott el. Az az igazság, hogy itt a zsűri nagyon-nagyon komolyan konszenzusra jutott, amikor ezt az ételt elkezdte kóstolni. Egy picit hagyományos volt, de egy picit más is volt. Megvolt benne a hagyomány, és az érték, és a gasztronómia, és a tudás. Azt gondolom, hogy jövőre le kellene győzni ezt a csapatot, és ha csak 20-an készítenek náluk jobb ételt, akkor már megint feliratkoztunk Magyarország gasztronómiai térképére. Gratulálok, uram! Gratulálok. És még a levesből nem is hozott föl, majd közölte velem az úr, hogy jövőre Nagy Rábén találkozunk. Hát ott is nyerni akar, én ezt nem is értem, ilyen nyereményhalmozókat. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm. Igen, mi történt? Majdnem elköszöntem, pedig még van itt egy fontos feladat, mert én nem vagyok különösebben édesszájú. Tehát a palacsintát azt inkább Hortobágyinak eszem, vagy sósa. Jaj, van ez, anyósom szokott készíteni egy ilyen sonkás rántott, töltött akármilyen palacsint, megőrülök ilyen jó ecetes hagymás krumpli salátával. Az aztán a Sóher Norbi rosszul lenne. Na, összesen a mai nap folyamán a sok csapat a mérhetetlen tudással, a meleg bírásával 1595 darab palacsintát sütött. Egy nagy tapsot azoknak az embereknek is, akik ott álltak a palacsintasütők mellett. 1595 darab palacsintát. Nem értem, miért nem lehetett ez 1600. Most ez az 5? Megette valaki, mi? Mert megette, maga volt. Nem, jó. 1595 palacsinta. És aki a legtöbb palacsintát sütötte, és jár neki az arany palacsinta sütő, az nem más 280 darabbal a segítő kezek. Nagy tapsot a segítő kezek. 280 palacsinta azért az nem. Kicsit gasztronómiai hasonlattal éljek, tehát 280 palacsinta azért az nem piskóta, ugye? Gratulálok a segítő kezeknek. Még egy nagyon fontos kihirdetni valóban, hölgyeim és uraim. Gyenge Dorottyát és Marsi Jázmint kérjük ide a színpadra, hiszen fejenként több mint 70-70 palacsintát sütöttek. De Gyenge Dorottya, Marsi Jázmint, hol vagyunk, lányok? Gyertek, lányok, ez az. Gyenge Dorottya, és jaj, hát Jázmina, van közös fotóm. Nagyon jó, föl fogom, küldjék át nekem a Facebookon. Jó, bejelölhetlek? Gyenge Dorottya és Marsi Jázmint, akik megérdemlik a hatalmas tapsot. Sziasztok, hogy gratuláljak? Gratulálok. Köszönjük szépen a részvételeteket. Nem tudom, mi az a kezetekben, az én gyerekkoromban ilyen még nem volt. Ennyire megöregedtem volna. Hölgyeim és uraim, nekem megjött a rendőrkapitányság? El is mentek, jó. Rendőrkapitányság csapatát még természetesen várják, illetve a sziporkát is, hogy megkapják a jó megérdemelt ajándék csomagjukat. Hölgyeim és uraim, nekem már újabb információ nem került a kezembe. Én kérek elnézést azért, hogy engem itt hallgatni kellett 20-40 percen keresztül. Én örömmel voltam itt a színpadon, és nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy itt lehettem a mai napon Püspökladányban. Köszönöm szépen az egész városnak,
mindenkinek, minden főzőembernek, főző asszonynak, minden csapatnak, hogy öregbítettük közösen a magyar gasztrómia hírnevét. A zsűri nevében is, a szervezők nevében is, polgármester asszony nevében is nagy tisztelettel köszönjük a részvételt. Ahogy szokták mondani annak idején stílusosan, Bede Róbert, TV Paprika Budapest. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Mi pedig szeretnénk megköszönni Bede Róbertnek, hogy elvállalta a zsűri elnökségét, és ezt a kis ajándékot szeretnénk átnyújtani. Köszönjük továbbá Faragó Zoltánnak, a Polgárőr Egyesület elnökének. Kis Zsigmond képviselő úrnak. Magyariné Rózsának. Kovács Krisztina képviselőasszonynak. Kecelné Julikának. Ulvecki Ferencnek. És Varga Viviennek. És további jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Most pedig fogadjátok szeretettel Papjanika mulatós műsorát, 6 órakor érkezik Opitz Barbie, majd újra Papjanika mulatós műsora. Lehet táncolni, szórakozni, fogadjátok őt szeretettel.
Thank you.
szia, újra és újra lopom, mindig tovább szemek állom. Nézni akarom, hogy a táncot járod újra, a szíved újra és újra lopom, mindig tovább szemek állom. Thank you.
Nem él jobban Kínában sem a kínai császár, mert amikor a szívemre a bubánat rászán, magamat nem nyúzatom, a szívemet nem zuzatom. Három vödör pesgé mellé csak a prímást hozatom. A csikorgó kedven támad, csak ezt húzhatom. És most mindenki segítsen. Vaj másik, vétel, haj másik pár.